Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tisztelt képviselőhölgyek és urak, köszöntöm valamennyiüket, köszönöm kollégáimat, köszönöm a sajtó munkatársait és mindazokat, akik a Kapos Televízión keresztül kísérik figyelemmel a munkánkat. Megállapítom, hogy a közülés 18 fővel van jelen, így határozat képes. Arra szeretném önöket kérni, hogy a kiküldött napirendi pontokról döntsenek. Van plusz napirendi pont felvétel? Hol van? Bocsánatot kérek, ne haragudjanak. Napirend. Ja, itt van. Azt lenne a kérésem, hogy legyenek kedvesek alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést, interpellációról szóló előterjesztést napirendi pontjai közé felvenni. És arra szeretném kérni, hogy Nadrai képviselő úrnak van két napirendi pont felvételre szóló javaslat, az egyik a járványügyi adatok nyilvánosságáról szóló előterjesztések. Ezt kérném, hogy vegyék fel napirendi pontjaikra. És jegyző, téged kérdezlek, hogy a helyi népszavazásról szóló javaslat a képviselőnek az, mint amár szeptemberben lett volna közülésen. A szeptemberi közülésen szerepelt. Szerepelt. És van valami eltérő tartalma a mostaninak? A rendeletmódosításban nincsen eltérő tartalma. Akkor azt nem javaslom napirendi pontra felvenni. Akkor szavazunk először arról, amiket javaslok napirendi pontra felvenni, kivéve a helyi népszavazásról szóló javaslatot, és utána fogunk szavazni arról, hogy a helyi népszavazásról szóló javaslatot felvegyük-e majd napirendi pontjaink közül. Képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, polgármester úr. Az ügyrendi, vagy a javaslatok közül, tehát a napirendi javaslatok közül a 6-os pont, ez az adórendeletek, így segítek. A 7-es pont az a fizetőparkoló rendeletek. Az SMS 18 szakasz 2 bekezdése alapján kérem, hogy külön szavazzunk róla, mert munkaterv szerinti javaslatok voltak és késedelmesen kerültek kiküldésre. Jutasd meg eszembe egy kedves, igen. Ez, a másik pedig, hogy kérnénk valamilyen tájékoztatást, volt egy rendkívüli közülés tegnap, és közben külön-külön részeken szerepeltek az előterjesztések. Ezek később megváltoztak, hogy melyik előterjesztést mikor tárgyaljuk, de erről nem kaptunk értesítést, erről kérnénk egy tájékoztatást. És ha már nálam van a szó, akkor Isten értessen valamennyi Katalint, mert mégiscsak Katalin van. Köszönöm szépen. Először szavazunk az általam elmondottakról, és utána a kérdésére pedig válaszolni fog jegyző úr, képviselő úr. Javaslom, hogy a helyi népszavazásról szóló képviselői indítványt ne vegyük napirendre, mivel a határozati javaslatében rendelési módosítás tartalma megegyezik pontosan már a szeptemberi közülésen megszületett javaslattal. Aki azzal a javaslattal ért egyet, mert erről szól az indítvány, amit Nadrai képviselő úr felvett, hogy ezt vegyük napirendre, az igen gombbal, aki az én javaslatom, hogy ne vegyük napirendre, az nem gombra, szavazzon. Ezt a javaslatot a testület nem vette napirendre, viszont javaslom, hogy az alapítványi támogatásokról, a kérdések, interpellációkról és a járványügyi adatokról szóló előterjesztést viszont vegyük fel napirendre. Ugyanígy a napirenden kívül. És lesz napirenden kívül is, itt minden lesz ma, csak időbe végezzünk. Lehet. A testület döntése egyhangú, és akkor képviselő kérdezett valamit, amit én a kérdésre értettem, de jegyző úr felkészült ember, így bizonyára meg is kérdést is értette, és meg is tud rá válaszolni. Tisztelt képviselő úr, a tegnapi napon a közgyűlés elfogadta a napirendjét, ugyanúgy, mint ahogy a mai napon. Ez részben a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tartalmazta, valamint polgármester úr napirendre vette az alpolgármesteri tisztség megválasztását, vagy alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos előterjesztést is. Így került az elfogadásra. És a mai közgyűlés is a kívott meghívó szerinti napirendet. Mondtuk, elég volt ez a válasz, mert világos volt. Egyetlen egy megoldása van annak, hogy a képviselő tájékozott legyen, jöjjön el azokra a közgyűlésekre is, amelyben nem kockáztatja a tiszteletdíját. Nagyon ez az egyszerű oka. A közgyűlés egyébként ha rendkívüli, ha rendes, képviselői testűbe, esküben megfogalmazott kötelező. És kötelesség.
Ennyire egyszerű. Az adó és a fizetőparkolókkal kapcsolatos napi rendi pont pedig azért később került föl, mert ugye egy jogszabályi változás történt, elkészítettük a jogszabályt, csak vissza, a rendeletet csak vissza kellett vonni, mert nem lehet díjat emelni. Csak a kedves nézők, ezeknek a kekeszkedéseknek mindennek megvan a maga oka. Az, amiről most jegyző úr beszélt, az semmi másról nem szól, mint arról szól, hogy nagyon helyesen hozott a kormány pár nappal ezelőtt, mielőtt még az előterjesztéseket kiküldtük, miután már az előterjesztéseket kiküldtük, vagy előkészítettük, hozott egy olyan döntést, nagyon helyesen, hogy 2022 évre is vonatkozik az, hogy nem lehet árakat emelni. Nem lehet árakat emelni a helyi tömegközlekedésre, nem lehet árakat emelni a közszolgáltatásokban, és nem lehet árakat emelni a helyi adók esetében is. Magam maximálisan egyetértek ezzel a javaslattal, és egyet a döntésre. Tudom, hogy van néhány olyan polgármester kollégám, aki alig várta már, hogy eljöjjön a november 30-aig tartó időszak, és megemelhesse helyi adókat. Kaposvár városa nem ezek közé tartozik. És a kormány megelőzve azt, hogy most a legfontosabb, a járványügyi védekezésnek a sikere ne terhelje a települések polgárait külön terhekkel, ezért döntött úgy, hogy megtiltja az áremelkedéseket és megtiltja a helyi adóemelést is. Most a jegyző úr nagyon helyesen egy nap alatt korrigálta a megfogalmazott előterjesztéseket, és behozta azt az előterjesztést, amely a kormány döntése, a kormány határozata összhanggal van. Erről szólt a mögöttünk hagyott 5 perc, és ezt nekem 3 percbe kellett most mindenkinek elmagyaráznom. No, tisztelt hölgyeim és uraim, akkor megvannak a napirendi pontok, akkor egészségbe teszem fel őket szavazásra. Testület döntése 17 igennel. Kedves képviselő, hölgyek és urak! Ez első előterjesztésünk az önkormányzat 2021 évi költségvetésének 1-3 évi negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szól. Az előterjesztéssel kapcsolatban sok módosító indítványt tett Nadrai képviselő úr, ezeket a módosító indítványokat szintén felkerültek a honlapra, aztán azon túlmenően pedig a bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, pénzügyi jogi bizottság egy kiegészítéssel együtt támogatja. A képviselő módosító indítványt a Marketing Népjóléti Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta meg, azt egyiket sem támogatta. No, de nem is ez a lényeg. Habár fontos dolog, engedjék meg, hogy párszor szóljak magáról az előterjesztésről, hisz az előterjesztés tartalmaz olyan a kötelező kellékeken túlmenően olyan dolgokat is, amelyről érdemes néhány gondolattal kiegészítenem. De mielőtt ebbe még belefognék, tisztelt képviselő hölgyek és urak, zajlik az oltási hét Kaposváron is, csak ugye az országban zajlik, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy a kaposvári oltópont sem üres, sőt a kaposvári oltópontnál az eddigi gyakorlattal ellentétben most ezen az éten sokkal többen keresik fel arra, hogy felvegyék az első és a harmadik oltást. Ezek általában a jellemzőek, azért ezt a kettőt említettem meg, az első és a harmadik oltást. Így ennek az oltási hétnek a sikere, ez most már nagyon remélem, hogy ma már csütörtök van, meg van írva egész a hétvégéig, és minden nap többen mennek oltakozni, mint ahogy mentek a korábbi időszakban. Ez nagyon nagy büszkeséggel tölt el, mert egyértelmű igazság az ma már a világnak, tudósok és szakemberek véleményét figyelemmel kísérve, és sokszor-sokszor megismételve, hogy csak az oltás az, amely a lehetőségét biztosítja annak, hogy egészségesek maradjunk és ne halljunk meg. Más lehetősége nincsen a Covid elleni küzdelemnek, ennél hatékonyabb lehetősége nincsen a Covid elleni küzdelemnek, ezért biztatok
a kamerákon keresztül is mindenkit is, hogy aki még nem tette meg, az vegye fel az oltást, ha felvette már az elsőt, vegye fel a másodikat, és hogyha a másodikat is felvette, és eltelt ez a 4-6 hónap, a két oltás között, akkor pedig vegye fel a harmadik oltást is. A negyedik hullámnak a derekán vagyunk, vagy a fogalmam sincs, hogy hol tartunk a negyedik hullámban most, mert itt is eltérő értelmezések vannak, hogy meddig tart. Egy biztos nő a betegszám, és nőnek a kórházban ápoltaknak a száma is, és mindez hatékonyan az oltás felvételével akadályozható meg, vagy legalábbis tompítható. Köszönöm a részvételt azoknak, akik elmentek oltakozni, és biztatom mindazokat, akik még nem vettek részt. Tisztelt képviselő, hölgyek és urak, ezt fontosnak tartottam itt megemlíteni, és nem napirend előtt elmondani, és a napirend előtti hozzászólásom is azért maradt el, mert mindazt, amit napirend előtt elmondtam volna, azt tartalmazza most ez a rendelet tervezet, ami itt van önök előtt, vagy tartalmazza maga a költségvetés. Többek között figyelemmel kísérhetik azt is, hogy folynak a munkálatok a városban. Igaz, hogy most már nagyon közel van egyik legszentebb ünnepünk, a megváltó Krisztus születésének az ünnepnapja, és azt az adventi gyertya meggyújtása jelzi mindig. Így az első gyertyájé mutatja már, hogy hamarosan itt van a karácsony. Vasárnap az be is következik már az első gyertya meggyújtása, ugyanakkor pedig folynak továbbra is a munkálatok Kaposváron. Addig, amíg az idő engedi, addig a kivitelezők dolgoznak, így folyik a Donnernak a megújítási programja, és most az idei év egyik legjelentősebb donneri beruházását érzékelhetik, aki arra járnak, 117 millió forint szerepel a költségvetésben, ezt láthatják, ennyiért újítjuk fel a Bartók Béla utcát, egészen a körforgalomtól föl a Táncsis Mihály utcáig, ez egy kétoldali járdafelújítás, kétoldali útfelújítás, és nagyon remélem, hogy a tegnapi nap folyamán talán be tudták fejezni az aszfaltozást, és így az utak alá is megszűnt. Ezen túlmenően a Donnerbe elkezdődött a donneri templom előtti térnek a rendbetétele, aki arra jár, az láthatja. Ez természetesen minden ilyen beruházás, amely közterületeket érint, ez korlátozza is a kivitelezés idejére magának a közterületnek a használatát. Ebből adódik, hogy kellemetlenségekkel is járhat. Türelmet kérek az ott élőktől, az átmeneti kellemetlenségekért is, de meg fogja érni, mert sokkal kulturáltabb, szebb, és ugyanakkor pedig használatában pedig megnövekvő használati értéket képviselő beruházások történnek ezeken a területeken is. Tisztelt képviselő hölgyek és urak, szeretnék önöknek egy örömhírt is mondani, hogyha nem értesültek még a, ez is örömhír, amiről beszéltem, de nem értesültek még róla a sajtóba. Európa Zöld Városa díjat kaptunk, és mégpedig a Vasari Parkunknak a megújításával nyertük el ezt, és ezzel most, ha jól tudom, az európai versenyre is beneveztek bennünket, és indulunk az európai megmérettetésen is. És ugyancsak a teremtett világunk védelmét, a klímavédelmet szolgálja az a kezdeményezés is, amit a Brit Nagykövetség bocsájtott útjára talán 3-4-5 hónappal ezelőtt, és az első önkormányzat voltunk az, akiket megkeresve csatlakoztunk, nagykövet úr el is látogatott hozzánk Kaposvárra, személyesen győződött meg arról a munkáról, amit itt végzünk, és ezen a megbeszélésen is szót ejtettünk arról, hogy miért is tartjuk mi is fontosnak a Race to Zero kampányba való csatlakozásunkat. Ezt megtettük, hatékony munkát végeztünk, a Kékbolygó Alapítvánnyal együtt dolgozva azt gondolom, hogy jelentős sikereket értünk el. Talán két hete volt, hogy köztársasági elnök úr fogadott a Sándor Palotába, és ott számolhattam be neki, a Megyőjogú Városok Szövetségének elnökeként, hogy hogy is állunk mi nagyvárosok a klímavédelem elleni küzdelemben és a harcban, és örömmel tudtam tájékoztatni elnök urat, és azt követően pedig
a nyilvánosságot is egy sajtótájékoztató keretén belül, hogy a városok, nagyvárosok polgármesterei nem tétlenkedtek a mögöttünk hagyott időszakban, nem csak a szájukat jártották, hanem konkrét döntéseket, és a döntéseken túlmenően pedig konkrét beruházásokat hajtottak végre annak érdekében, hogy el tudjuk érni azokat a klímavédelmi érdekében megszületett célértékeket, amely megszületett részben a párizsi klímacsúcson, aztán a különböző szervezeti, a különböző szervezetek létrehozását követően ilyen volt például az UNDERTU, amihez mi is csatlakoztunk, világszervezetek megfogalmazott célértékek, azt az Európai Unió, ami megfogalmazta, hogy már még szigorúbbat, mint a párizsi klímacsúcs, hogy 2050-re az Európai Unió tagállamai legyenek karbonsemlegesek. Ezt Magyarország is támogatta, Magyarország is megfogalmazta, sőt az Európai Tanács tagjai, miniszterelnökökből álló tagjai hoztak egy köztes célértéket is, 2030-ra azt fogalmazták meg, hogy 1990-hez képest a károsanyag kibocsátás az 55%-kal csökkenjen, és ezeket az értékeket tekintettük át Magyarország köztársasági elnökével, és örömmel tájékoztathattam őket arról, hogy már van olyan nagyvárosunk, és büszkén mondom önöknek, Kaposvár is közéjük tartozik, amely már a 2030-as célértéket nem csupán elérte, hanem meg is haladta. Mi például 56%-on állunk az 55%-os megtakarításhoz képest, amit 2030-ra kéne elérni, és nagyon sok olyan városunk, és több olyan városunk van, amely nagyon közel van ehhez a céldátumhoz és a célértékhez. Így örömmel számolhattam be ezekről a dolgokról. Mint említettem, a költségvetést, hogyha figyelemben nézik, láthatják az elszámolásokat is. A Bartók Béla utca felújítása mellett folyik még több nagy beruházásunk is. Ezek közül talán hármat említenék meg. A Buzsáki partfal megerősítés, ez egy 430 millió forintba kerülő beruházásunk, amely az aréna mögött, az atlétika pálya fölött helyezkedik el. Ez egy löszfal, a téglagyári gödör ből alakult ki ez a löszfal, igen, a téglagyár volt Kaposvárban, velem egykorúak tudják, mert még ott rúgtuk a bőrt, abban az időszakban oda jártunk sportolni, és ugye felépült a Buzsáki utca már korábban mögötte, azt kezdték el válni akkor, amikor kiválták ezt a nagy gödöt, és ez egy löszfal, és ez a löszfal megindult. És több, minden évben néztük statikusokkal, minden évben vizsgáltuk, hogy mikor kell és hol kell beavatkoznunk. És most a legutóbbi statikai vizsgálat mondta, hogy akkor kezdjük el a beavatkozást a több ütemben is, és ezért indítottuk el most ezt a 400-at. Tettünk ilyeneket, hogy forgalomkorlátozás, egyirányosítottuk az utcát, megtiltottuk a part mellett a parkolást, emlékeznek még ezekre a dolgokra, de most folyik ez a munka, és örülök neki, hogy jövő ütemben folyik. A következő év tavasza az átadásra határidő, de látva az építkezés ütemét, jó esélyünk van arra, hogy előbbe fog fejeződni ez az építkezés. Aztán ezen túlmenően szintén egy jelentős, mindegy 300 millió forintotba kerülő beruházásunk is folyik bent a, fönt az északnyugati városrészben a sávházunknak a koporítőveg cseréje, amely nem csupán koporítőveg csere, hanem azok a tartó szerkezeti, üveget tartó szerkezeti részeknek is a teljes cseréjét jelenti. Most az északi fal, az északi oldal az, ahol ez az üvegcsere elkezdődött, folyik, amelyre azért volt szükség, mert pár hónappal ezelőtt, talán a 9. emeletről nem is tudom, nagy szél volt akkor a városban, és kettő üveget kifújt a szél, és akkor átnézettük az egészet, és azért, hogy nehogy nagy hogy jobb baj legyen, úgy döntöttünk, hogy inkább az egészet kicseréljük tartószerkezeti elemekkel együtt. Ez a munka folyik most, a polgármester úrral, meg képviselőasszonnyal ki is megyünk talán jövő héten megnézni, hogy hogy áll, és a lakókkal is beszélgetve, mert ez azért addig, amíg a munkátok be nem fejeződnek, ez számukra sem kellemes, mert ott melósok dolgoznak, kilépnek a ajtóból, de hát mindez valamennyiünk érdekében, elsősorban az övükébe folyik ez a munka, és utána majd átmegyünk a másik oldalra is természetesen, hogyha ezt az oldalt megcsináltuk.
értesülhettek arról, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy elkezdődött a kinizsi lakótelepen a város harmadik futókörének az építése. Itt ezeknek a beruházásoknak az az oka, csak értsék a motivációját is, akkor, amikor hozom a költségvetésbe és kérek javaslatot önöktől, illetve kérem a támogatásokat, hogy indítsuk el, hogy az egészség megőrzéséhez is nagyon nagy mértékben szükséges mozgás lehetőségét lehetőleg vigyük minél közelebb a lakhelyhez. Ezek a kondi gépek kihelyezése, amelyeket most fortszerűen, mert kért az idősebb korosztály is, ki fogunk helyezni a lakótelepekre, a kondi parkoknak a kialakítása, a grundoknak a megépítése. És ezt a célt szolgálta, azért épültek kosárgrundok, azért épültek futballgrundok, hogy vigyük helybe, vigyük oda, ahol a lehető legnagyobb kényelemmel elérhető magának a mozgás lehetősége és a mozgás adta öröm lehetősége, és ilyen a futókör is. Hisz futni a természetben, a ki nem alakított pályákon túlmenően lehet, az atlétika pályánkon, ez volt az első talán, ami kör, de azért mégsem nevezem futókörnek. Aztán jöttünk a Városligetbe, amely nagyon népszerű lett, aztán mentünk a Cseri Parkba, azt is nagyon hamar berúgták, most mentünk a kinizsi lakótelepre, és ott is várják már az ott élők, hogy ezt használhassák. És ugyanezt a célt szolgálja, ha bár nem csak az egészséget, ezen túlmenően még mást is, a kerékpárút építési programunk, örömmel tájékoztatom önöket, hogy ez is folyik, költségvetésben is megtalálják ennek a megfelelő számait. Elkezdtük, és annak egy emblematikus területe talán, ahogy az Izzó utcába kezdtük ezt a 1,2, pontosabban folytattuk, ezt az 1,2 milliárd forint értékű programot, amelyben benn van a közbringa építési, közbringák beszerzésének, elnyert közbeszerzésünk van, hál' Isten, a programja is. De egy emblematikus állomásához érkezett az Izzó utcához. Ezt azért említem meg emblematikus állomásnak, mert azon az iparterületen 2000 ember fordul meg naponta. 2000 ember nem az Izzónál csupán, hanem azon az iparterületen, Kenyérgyár utca, azon a környéken. 2000 ember dolgozik, jár oda dolgozni, és jön el onnét dolgozni. Szíriák Imréni igazgató asszony társaságában én évente, a Covid előtt még évente, most a Covid ezt felülírta, az ott élő, ott dolgozó vállalkozók kérdésére minden évben leülünk. És számba vesszük azokat a örömöket, gondokat, problémákat, amelyek felmerülnek ezen a nagyon finom krumplispogácsás megbeszéléseken. Ott vannak a vállalkozók, ott vagyunk mi, és így épült meg a Kenyérgyár utca, így újítottuk fel. Így újítottunk már nagyon sok mindent azon a területen, és ott merült fel, hogy kellene egy kerékpárút. Nagyon sokan mennek kerékpárra dolgozni, és főleg az Izzóba. És hát építsünk már oda kerékpárutat. Na és ez 3 esztendővel ezelőtt. Most eljutottunk odáig, hogy azért mondtam, hogy emblematikus állomásához érkezett ez a kerékpárút építése program, és természetesen megyünk tovább a KVG-ig, a Guba Sándor utcánál, ott is elkezdődött az építkezés, ott megszusszanunk egyet, és hogyha sikerül megállapodnunk ott a terület tulajdoni viszonyba, akkor kimegyünk tovább az egyetemig, már pedig sikerülni fog, mert az a cél, hogy az egyetemig vigyük ki magát a kerékpárutat, és elindul a Füredi úti kerékpárút építése is. Itt azt kértem igazgató asszonytól, hogy ne várjuk azt meg, hogy a biomassa fűtőmű távhővezetéke az arra várva, hogy az majd azért nem csinálunk most kerékpárút, mert azon a nyomvonalon fog menni ez a távhővezeték is, és akkor fel kéne törni a kerékpárukat, ne várjuk meg, kerékpárukat építsük meg, csináljuk meg rendesen kerékpározhatóvá, csak az aszfaltot ne rakják rá, addig, amíg el nem dől ez a beruházás, és véglegesen ki nem alakul a nyomvonal. Ez ne hátráltassa a kerékpárút építés, meg van rá forrásunk egyébként, ezért akarjuk ott is tovább vinni. Aki a Vasali Park környékén járt, az láthatja azt, hogy a polgárok háza, amit építünk, a volt fertőzőnek az épülete, az gyakorlatilag kész van. A következő év, nem tudom mikor lesz a műszaki átadás, legalábbis kívülről én úgy látom, hogy kész van, belül is jártam, akkor is már majdnem kész volt. Nem tudom mikor tervezik, a következő év egyébként az átadási határideje ennek a háznak. Ez csupán azért említettem meg, hogy elkészül egy ilyen nagy volumenű beruházásunk is. Költöznek át a melósok a másik nagy volumenű
beruházásunk, ez pedig a volt levéltárnak az épülete. Nekiállunk végre valahára a Riplónai parkot, itt a belvárosi milliót rontó, vakolatot önmagában ledobó, amúgy kubatúrájában nagyon szép épület helyrehozatalában. Helyrehozatalának is, ott is meg fognak jelenni a munkások. Ezek jó hírek, mind csak úgy jó hírek, azok is, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a Sziszecsán világcéggel sikerült a végleges megállapodásokat is megkötni. Bori Zsombor alpolgármesternek szeretem megköszönni a ezügybe folytatott hatékony és nem kis munkáját és a keleti ipari parkban ez a közel 80 milliárdos beruházás reményeink szerint a következő évben el fog indulni. És szeretném megköszönni a polgármester úr mellett Szijjártó Péter külügyminiszter úr és a magyar kormánynak a támogatását és figyelmét Kaposvár irányában, hogy ezt a beruházást megtudhatjuk, és örömmel hallottam miniszterelnök úr legutóbb Ankarában tett nyilatkozatát, ahol a magyarországi gazdasági kapcsolatról is beszélt, és meg is említette Kaposvárt, hogy milyen nagy léptékű, nagy volumenű beruházás indul el. 350 embernek ad egyébként majd munkát. Úgy mondom, de erről is jó, ha tudnak, és azért, hogy ezek a költségvetésben benn vannak ezek a számok, csak nem várhatom el önöktől, hogy mindegyik szám mögött tudják a megfelelő tartalmat. És ezért igaz, hogy önkényesen, többit meg majd megkérdezik, önkényesen, de kiemelek néhány dolgot, és elmondjam, hogy mi van mögötte. Akkor, amikor látok egy számot, hogy a Városgondnokságnak a költségvetésén belül, vagy nem is Városgondnokság most, hanem a KAVÜ, Kaposvári Városüzemeltetői Cég költségvetésén belül, hogy mit fordít a fák pótlására és a faültetésre, a fák meccikre, a növényápolásra, akkor azon belül van egy látványos eleme is. Pedig a látványos eleme az, hogy most ősszel és tavasszal ültetünk fákat, ebben az évben is folyik a város farekonstrukciós programja, amely részben faültetéssel, részben pedig faápolási munkálatokkal jár. Nem kis pénzek ezek, mert például az, hogy a Német István fasorba nekiálltunk, az öreg hársak és platánoknak a rendbehozatalára 30 millió forintba kerül. És csak a legvégső esetben vágjuk ki ezeket a fákat, amikor már teljesen menthetetlenek. 200 növényt vizsgáltál csak a Német István fasorban növénydoktor. És most olyan technikákat kitaláltak, hogy ennek még lehet talán 5-6 éve ennek a fának, ha bár beteg már belül, de kössük össze a két szertágazó ágat, így húzzuk össze, mert különben egy szélvész, akkor szétdönteni, de még ne vágjuk ki. Ilyen technikákat fognak látni ebben az évben is a Német István fasorban, meglennek a nagy konzolok a két platán ág között, és összehúzza őket, hogy egy nagy szél ne hasítsa ketté ezeket a fákat, csak azokat veszik ki a kertészek, amit már mentetetlenek. Ez a munka, ez onnét indult el, csak a figyelmüket szeretném felhívni, amikor pár esztendővel ezelőtt a Noszopi Gáspár utcában egy kamerafelvétel rögzítette azt, hogy egy idős platánfára egy nagyon vastag ág, egy szélvihar következtében egy babakocsit toló kismama mellé esett le. És akkor neki indultunk. Nem kis konfliktussal járnak, de szerintem nem kezeljük rosszul ezt a kérdést. Most folyik ez a Német István fasorban ez a munka, és a következő esztendőben, vagy lehet, hogy már tavasszal, attól függően, hogy az erőnk, hogy bírja, jövünk át a Balcsi-Zsilinszki utcába, az öreg fákkal kezdjük ezeket a növény megújítási munkálatainkat. A költségvetésben látnak 5 millió forintot, amit a kutyatárnak adtunk rendkívüli támogatásként. Monsz Edit keresett meg azzal a problémájával, hogy ami egyben a mi problémánk is, hogy a Covid miatt nehezebben jönnek a támogatások a külföldi partnereiktől, és pénzügyi támogatásra lenne szüksége ahhoz, hogy hatékonyan tudják továbbra is végezni a munkájukat. A pénzügyi támogatást megkapták, most fogják önök szentesíteni a költségvetési anyagban, így azon
7 millió, amit azon 7 millió forinton felül, amit a kölcsönös megállapodásunkban évente adunk a Kutyatár Egyesületnek, az idei évben 5 millió forinttal megemelkedett. A két záróhír, de ez nem érinti egyelőre a költségvetésünket, de ki tudja, hogy később fogja érinteni. Mind a kettő sporthír. Az egyiknek a sporttartalmán túlmenően nagyon jelentős turisztikai tartalma is. A Giro Italia tőlünk indul. Giacomo Pedrazzininak köszönöm, hogy Magyarországon pontosabban az egyik etapja indul Kaposvárról, de Magyarországról indul. Ez eldőlt, ezt bejelentettük, 800 millió néző láthatja majd a város legszebb épületeit, amely 800 millió ember, azért kimondani is rettenetes, hogy milyen óriási marketing értéke van egy település életében egy-egy ilyen világversenynek a Kaposvárra hozatala, és az áróhírem pedig Boros Bence negyedszer magyar bajnok. Ennek is örüljenek, mert negyedszer szerzett bajnoki címet sportiskolánk birkózója. Ezúton is szeretnék sok szeretettel gratulálni nekem. Már bejelentkezett hozzám, a polgármester úr, már kicsit félek már a kéréstől, hogy ebből mi következik, de majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Na, tisztelt képviselő hölgyek és urak, a város költségvetése stabil, a gazdálkodásunk stabil, a gazdasági foglalkoztatási mutatóink jók, az iparozási adóbevételt megemeltük, a bevételtervezetet megemeltük, mert láttuk, hogy a kaposvári gazdaság olyan ütemben ment előre, amely engem is meglepett, teszem hozzá, adós kollégáimat is. Én jóval optimistább voltam, ők pesszimistábbak nálam, de megemeltük nem kis összeggel egyébként, 200 millió forinttal teszem hozzá, és már most látjuk, hogy az teljesül. A gazdaság olyan pörgést vett ebben az esztendőben, még a múlt esztendő másik felfelében is, hogy mindezt kihozta önmagában. Ez mutatta a foglalkoztatottsági adatokat is Kaposváron, hisz rekord alacsony a regisztrált munkanélkülieknek a száma. Talán az legutóbbi az októberi statisztika volt, igen, majd most fogom megkapni a novemberit. A októberi statisztika 1300 alatti regisztrált munkanélküliséget, 3,4%-os országos és megyei átlag alatti munkanélküliségi rátát jelentett az elmúlt 20 év legalacsonyabb munkanélküliségi adatai, vagyis, és ez mutatkozott a gazdaságnak az erősödésén is. Én remélem, nagyon remélem, ez tartós lesz, és ezért nem mindegy, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy mennyire fegyelmezettek vagyunk a tekintetben, hogy vesszük ki magunkat az oltakozásban, mint az egyetlen egy hatékony eszközben a Covid ellen, mert csak egyetlen egy példát hadd mondjak önöknek. Egyetlen egy példát. Jóvodában, vagy egy általános iskolában, mondjuk egy elsős osztályban, megbetegszik egy kisgyermek, egy, vagy megbetegszik egy pedagógus. Ez annyit jelent abban az esetben, hogy az átlag létszámot figyelembe véve azonnal 30 kicsit karanténba küldenek. De a 30 kicsinek édesanyja van. Az édesanyja dolgozik. Iszonyatos gond megoldani. Egyik pillanatra a másikra, 10 napon keresztül, ennek a kicsinek az ellátását. Hova vigye? Nagyihoz. Ahova megteheti, de félti a nagyit is, akkor oda elviszi. Szóval nem kell 30 embernek megbetegedni az, hogy 30 ember karanténba kerüljön. De csak ezt szeretem volna. Egy ember elég ahhoz. Legyen az gyermek, vagy legyen az a gyermekcsoportban levő dadús, pedagógus, és aztán 30 ember megy egyből karanténba. Szóval ezzel jár ilyenek, és az alapvetően már kihat arra, hogy személyes gond, emberi probléma, kockázat, egészségügyi kockázat, és kihat arra is, hogy akkor most menjek dolgozni, nem menjek dolgozni. Van szabadságom, nincs szabadságom. Hogy menjek táppénzre? Kevesebb a keresetem. Rengeteg problémát felvet. Ezért kérek
és a kaposváriak mindig közösség pártján voltak és fegyelmezettek, és bízom is benne, hogy csak úgy, ahogy az első, második, harmadik hullámot nem csupán túlvészültük, hanem például a gazdaság így jött ki belőle, ahogy kijött, ugyanez lesz majd a negyedik hullámnál is. Hölgyek, urak, állok rendelkezésükre bármilyen kérdéssel, amire én nem tudok válaszolni, arra majd a pénzügyminiszter asszony előveszi a papírjait, kiveszi a táblázatot, aztán válaszol. Kérdések, Pintér Attila képviselő úr, most leülök, bocsánat. Köszönöm szépen, tisztelt közgyűlés, tisztelt polgármester úr. Említette, hogy milyen fontosak a klímacélok a város számára. Ehhez kapcsolódik az első kérdésem. Ugye már korábban is terveztük, hogy csatlakozunk az országos légszennyezettség mérőhálózathoz egy automata mérőberendezéssel. Ennek a beszerzése azonban meghiúsult. A kérdés az, hogy mikor számíthatunk arra, hogy tudunk csatlakozni a hálózathoz, és beszerzésre kerül ez az automata mérőműszer, hogy a kaposváriak is naprakész információkkal, adatokkal rendelkezzenek a tekintetben, hogy milyen a levegő minősége. Ugye ez egyébként kapcsolódik az egészségváros programunkhoz is olyan értelemben, hogy az aktív sportolás lehetőségét is befolyásolja a levegő minősége, és nagyon fontos lenne, hogyha tényleg naprakészen, aktuális információkkal, adatokkal rendelkeznének a kaposváriak, hogy mikor milyen a levegő minősége Kaposváron. A következő kérdésem a Női Röplabda Akadémiához kapcsolódik. November 8-án döntöttünk a Női Röplabda Klub többlettámogatásáról 38 millió forint értékben. Azt követően többen jelezték, hogy hasonló anyagi gondokkal küzd az akadémia. A város vezetésének e tekintetben milyen információi vannak? Várható-e, hogy az akadémiával kapcsolatban hasonlóképpen kell helytállnunk, mint ahogy egyébként a klubbal kapcsolatban kellett helytállnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Felder Frigyes képviselő úr. Köszönöm a szót. Akinek nem okoz problémát, ja, a beszélés nem vesz, aztán köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő. Már megszoktam. Köszönöm a szót, engedjék meg, hogy én pár kérdést feltegyek a Kaposvár legnagyobb parkjának, a Városligetnek az állapotával kapcsolatban. Ugye ez a, nem csak a legnagyobb park, hanem a leglátogatottabb park is, és a legjobban leterhelt park is a városban. A kérdésem az lenne, polgármester úr, hogy ugye az előző közgyűlésen is feltettem, hogy a patkányírtás az mikor és milyen ütemben valósul meg, mert többen jelezték nekem, hogy nem nagyon látják ennek hatását. Van egy, hát egy ilyen kültéri elem, én őszintén megmondom, fogalmam nincs, hogy mi az, egy ilyen csúszkáló ilyen valami ott a kisjátszótér és a bejárat között, vagy hát a panzió között, esküszöm, fogalmam nincs, hogy mi az. Most azon kívül, hogy valakik azt biztos jó pénzért megépítették, de már egy éve az ott düledezik össze-vissza. Le is volt láncolva, hogy ne okozzon semmiféle balesetet. Ezt múltkor is jeleztem, akkor sem tudtam megnevezni, megmondom őszintén, hogy mi ez. Néztem, ott kisincs írva, hogy mi ez. Tehát jelzem még egyszer itt is ezt a problémát, hogy baleset veszélyes az a csúszkáló akármi. Nagyon nehezek, és teljesen tönkre vannak már. Vannak apróbb problémák is, ezeket azért jelzem, hogy ugye nem elég ezeket csak úgy átadni, hanem ugye ezeket folyamatosan karban tartani, hogy ezek folyamatosan használhatóak is legyenek. Ugye a Városliget északi részén, ott annál a gömbös ilyen sportpályánál, vagy ilyen sportlétesítménynél, ahol húzózkodni szoktak, meg egyéb ilyen tornagyakorlatokat szoktak csinálni, rozsdásodnak már azok a csövek. Tehát elkezdtek rozsdásodni. Úgyhogy kérem, hogy erre is figyeljenek oda, hogy jön megint egy tél, megázik, tehát elkezdenek rozsdásodni, és ez használatlanná teszi ezeket. A kis játszótérre is, a gyerek játszótérre is már ráfér a karbantartás, hogy tervbe van-e ezeknek az eszközöknek a cseréje. Illetve a pavilonnál ott van egy szerintem nagyon használható és nagyon hasznos tanösvény, viszont az is ebek 30 adján van.
Tehát kérem, hogy ezt is, vagy hogyha tervbe van, hogyha nincs, akkor kérem, hogy legyen tervbe, ennek a rendbetételeme tavaszra jó lesz. Örömmel konstatáltam, hogy van pénz áramra, nem maradunk közvilágítás nélkül, így azt kérném polgármester úrtól, hogy, vagy illetve kérdezném, hogy tervbe van-e, hogy felkapcsolják a villanyt a kosárpályán? Ugyanis fél ötkor már teljesen sötét van, és semmit nem lehet látni a Városligetben, a Városligeti kosárpályán. Még mindig a Városligetnél maradva, lehet, hogy csak én kerülöm el folyamatosan, de nem látok én ott egy állandó őrt, aki ezt a területet őrizné. Nem biztos, hogy nincs, lehet, hogy amikor én ott járok, akkor nincsen, hogy van-e, vagy milyen időközönként van, mert most már, tehát vannak ott problémák, amiket ez az őr valószínűleg meg tudna oldani. Ugye a kosárpályának a gumiborítása is kezd elhasználódni. Arra kérem, illetve kérdezem, hogy van-e tervben ennek a rendbetétele, és azt örömmel láttam, hogy a palánkot végre sikerült időtállóvá tenni, hát most már nem valószínű, hogy a fém palánkokat összetöri. Valaki, meglátjuk, így van, ez nyugtával dicsérjük a napot, de valóban egy jó megoldás volt ez. A kinizsi lakótelepen ugye a futókör, ahol most épül, amellett van egy játszótér, az is, ugye hol nem volt játszótér, az is egy pár éve lett átadva, és kezd elhasználódni. Viszont egy jelentősebb probléma volt ott, hogy egy döglött, elhullott állat is megjelent ezen a játszótéren, amit egy héten keresztül biztos, hogy nem vittek el onnan, holott konkrétan tudom, hogy az jelezve lett az önkormányzat felé. Azt kérem, illetve kérdezem, illetve már többször is kértem, hogy a városgondnokság, ami hát ugye megszűnt, és nem annyira látom, hogy hatékonyabb lenne, hogy ezeket a tereket, játszótereket azért illene egy picivel jobban karban tartani. A utolsó kérdésem az lenne polgármester úrtól, hogy a múltkori közgyűlésen is elhangzott tőlem, hogy a milyen kórházi várólistákkal lehet számolni itt Kaposváron. Történt-e? Milyen kórházi várólistákkal lehet számolni itt Kaposváron? A helyzet nem lett jobb, egy cseppet se, persze, hát ezt nem is gondoltuk. Az a kérdésem, polgármester úr, hogy sikerült-e valamilyen formában előrelépni ebben a kérdésben, valamilyen intézkedési ötlet, terv megfogalmazódott-e önben, vagy segítsünk? Köszönöm. Nadrai Norbert képviselő úr. Köszönöm szépen, polgármester úr. Örül mindenki a jó hírnek, hogy az új kormány megalakulásáig nem lehet árat emelni, addig stop van. Kérdésem az, hogy az eredeti tervezeteket, amiket megkaptunk, előterjesztéseket, azok drasztikus áremelkedésekre vonatkozó javaslatokat tartalmaztak a cégek részéről, hogy nyugtassa meg a kaposváriakat legalább, hogy mi lesz később, tehát június után, amikor lejár ez a moratórium. Ugye köszönjük a hivatalnak, hogy a bizottsági szakban meg is kaptuk a második fordulós előterjesztéseket, amelyekben a kormányzati döntésnek megfelelően elfogadott törvényt, ugyan még aláírás alatt volt, de annak megfelelően sikerült időben átalakítani a többi előterjesztést. Veszélyhelyzeti tartalék 33,4 millió. Kérdésem, hogy mennyi tesztet lehet ebből végezni az önkormányzati szférában, kik végzik, és hogy akik esetleg ezekben részt vesznek, kaphatnak-e valami plusz juttatást, főleg, hogyha a hétvégén végzik a munkájukat. A korábbi hullámoknál kaptunk tájékoztatást, hogy a védőnök az állami iskolákban is teszteltek, tehát hogy besegítettek az állami védekezésbe. Az ügyrendi kérdésnél említette a alpolgármester úrnak, ugye, hogy a havi több mint 500 000 forintos havi juttatása helyett most több mint 1 millió lesz.
Az SMS 32 szakasz 3 bekezdés alapján kérdezem, hogy a pénzügyi bizottság ezt a határozati javaslati pénzügyi kötelezettségvállalást ezt tárgyalta-e, hogy nélküle érvényes döntést nem lehet hozni. Ez az SMS 32 szakasz 3. Köszönöm. Továbbiakban kérdezem, hogy a polgármesteri megbízottaknál szerepel 25,8 millió forint. A pandémia alatt milyen segítséget tudtak adni a polgármesteri megbízottak? Kik ők és mennyi tiszteletdíjért végezték ezt a munkát? A sávház kapcsán már szólt polgármesterit, az lenne a kérdésem, hogy ugye a középső területnek az állványozása már megtörtént, hogy mikor várható a teljes beruházásnak a befejezése, hogy a lakók körülbelül mivel számolhatnak. Szerepel még a költségvetésben, hogy a Kaposfüreden két darab trafiboxnak a beszerzése 10 millióért. Június 15-én jelentette be ön, hogy elkezdődik a beruházás és átstruktúrálnak forgalmat, hogy ez mikor kerül beszerzésre, és hogy a téli iskolai szünetre meg lesz-e. A másik hivatkozik az előterjesztés, hogy a vagyonrendeletünk alapján polgármesteri hatáskörbe tartozik a tagvállalatok tőkehelyzetének rendezése. Kérdésem, hogy átrázott hatáskör visszavonása nélkül hozhat-e érvényes döntést a közgyűlés ebben a kérdésben. Valamint a Taszári polgári repülőterminálnál szerepel 1 millió 448 ezer forint, hogy mikor és mennyire épült ez a polgári terminál, és mennyi bevételt hoz. Köszönöm szépen. Ugye a helyzetet pedig felét érteni is értettem, de magának bizonyán jobb a füle, mert háttal van a képviselő úrnak. És így nem kell szájról olvasni a maszkon keresztül, hanem hallja is. Köszönöm szépen, igyekszünk megválaszolni mindent persze. Beleszki Dávid képviselő úr, talán sok. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. 2020. január 30-án döntött, hogy a közgyűlés, hogy a Városgondnokság feladatköreit azt a holding alá csoportosítja azzal az indoklással, hogy nem működik elég hatékonyan a Városgondnokság, és túl sok pénzt emészt föl. Most már lassan két év telt el ezóta a döntés óta, és engem az érdekelne, hogy a polgármester úr szerint hatékonyabban működik-e, ez a hatékonyabban működik-e a holdingon belül, és hogy kevesebb pénzt emészte föl, mint amennyit az önkormányzat ad. Köszönöm szépen. Nagyon szépen. Kérdéseket lezárom. Nincs több kérdés. Bocsánatot kérek a kifejezésért, nem is elég durva szót használtam volna, de amilyen szerencsétlenség van Brüsszelben, amilyen töketlenek a brüsszeli bürokraták, annak az az oka, hogy van egy 3 éve elnyert pályázatunk, ez a LIFE, amely a levegőtisztaság védelmi berendezést Kaposvárra hozta volna, és ennyi szerencsétlenség, ami megfordulott az Európai Unión belül, ez már tényleg csak a görbe uborkával hasonlítható össze, amikor előírják, hogy milyen legyen a görbülete, mert csak úgy lehet behozni, elképzelhetetlen. De most én azt sem merem elmondani, hogy aláírt szerződésünk van, és ezt az aláírt szerződést teljesítik-e, inkább Kovács Katalin igazgató azt, hogy mondja már meg, mert tudom, hogy jövőre jön, a jövő év első felében. De hogy mikor lesz ide már végre a levegő tisztaságvédelmi mérőeszköz telepítve? Ugye, amire polgármester úr utalt, az, hogy a közbeszerzésben elő kellett írnunk azt, hogy egy ajánlattevő hiába is érvényes az ajánlata, nem lehet vele szerződést kötni, ez ismételten ki kellett írnunk a közbeszerzési eljárás, december 20-án van a beadás, és csak imádkozni tudunk, hogy lesz most két ajánlattevő. Az országban összesen egyébként körülbelül egy cég alkalmas arra, hogy ezt az egész laboratóriumot le tudja szállítani. Tehát december 20-án lesz a következő beadás a közbeszerzésben. És ha lesz, akkor tavasszal lesz gépünk. Igen. Csak még egyszer aláhúzom, képviselő, hogy ön is tudja, meg mindenki. 3 éve van elnyert pályázatunk. 3 esztendő. A női röplabda. Nem tudunk mindenkit megmenteni. Szeretném hozzátenni, vagy legalábbis igyekszünk, és minden lehetőségünket kihasználva megpróbáljuk. A sporttámogatás ez egy nagyon izgalmas, nagyon felemelő, ugyanakkor pedig nagyon bonyolult feladat egy városképviselőtestülete számára. Mert oda a támogatást, amiben nincs beleszólása.
Ez a helyzet. Odaad támogatást, amelyet naponta nem kontrollál, mert nem kontrollálhat. Mert se nem tulajdonos, se nem elnökségi tag, nincs benne az elnökségbe, hanem alapvetően a sport, és ilyen a magyar sportfinanszírozás is egyébként, a magyar sport érdekében, a kaposvári sport érdekében, elsősorban a sportolók, illetve sportolók mögött levő kisebb, alacsonyabb korosztály sportolási lehetőségének az érdekében támogatja a kaposvári sportegyesületeket. Ugye mi abban a helyzetben vagyunk, hogy ráadásul sokat támogatunk. 55 sportegyesület az, amely közvetlen pénzügyi támogatást kap, valamilyen, 55 darab, valamilyen akár sportbizottsági, akár kiemelt támogatás alapon keresztül a város költségvetéséből. Támogatjuk, hogy csinálja a sportot. Nálunk ebből ráadásul ugye van 4 kiemelt sportegyesületünk is. Ilyen a kettő röplabda, ezen túlmenően ilyen a vízilabda, ugye ezek OB1-esek, ezek a 5 van, ezek a csapataink, ilyen a labdarúgás, amely szintén a kiemelt sportegyesületek közé tartozik, és ilyen a kosárlabda. Hát ebből a kosárlabda NB1-es, a polgármester úr, csak közben veled, a két röplabda NB1-es, meg a vízilabda NB1-es, 4 NB1-es csapatunk van, nem 5. Na, csak úgy szeretem volna a sportba való, nemzeti sportot rendszeresen olvasó polgármester szemében is feltűnni, és ne sorold oda, ami nem NB1-es, az már NB3-as. Foci az van, amikor volt csak NB1-es. Na, ennyi van. És ugye kezdtük a női röplabdával, még nincs vége, gyanítom, mert ugye olyan igazolások történtek ebben az esztendőben, és a sportegyesületek vezetését is megértem, hogy szeretné mindig az eredményt legalább azon a szint, nem, szeretné mindig eredményesebbé tenni a csapatát. Tehát ez a normális, nem a sportban. Hogy minél jobbat akar. Aztán van, amikor túllőnek a célon, amikor úgy igazolnak, úgy történnek az igazolások, hogy az a remélt költségvetési bevétel, szponzori pénz, amit annak reményében várt, pontosabban, leigazolta a játékosokat, mert volt egy ígérvénye, hogy jön egy szponzor, és ebből majd ki fogja tudni finanszírozni. Az játékost leigazolta, de ugyanakkor a szponzor nem jött az adott bajnok évben, és ott a hiány, és akkor megyünk az önkormányzathoz. Hogy akkor mégis be lehessen fejezni a bajnokságot. Igen, van tudomásunk róla, hogy a női röplabda klubban belül az akadémia is pénzügyi nehézségekkel küzd. Én bekértem az akadémia elnökségét is. Borbé volt rektorhelyettes úr, jól mondom, ugye rektorhelyettes volt a Csaba. Rektorhelyettes úr, aztán a Demeter György mesteredző, kell emelni a cukormanufaktúra, Horváth Éva tulajdonos asszonya, aki itt volt, meg még ketten, akik itt voltak az elnökségen, mondom, mi helyzet? Ó, nem tudunk mi semmit. Hanem mondom, én meg hallom, hogy gondok vannak. És problémák vannak az akadémiánál is. És mondtam neki, hogy álljanak a sarkukra és tegyék rendbe. Ez az ő dolguk, mind ahogy a női röplabda klubot is. Annyi segítséget nem tud adni a város. Szóval mindenfelé nem fog tudni segíteni. Mi abban az esetben egyébként egyetlen egy preferenciát ajánlok az önfigyelmében is. Az önfigyelmébe is, és mindenki figyelmébe. Nem a női röplabda akadémia a lényeg. Egyáltalán nem lényeg. Hanem az ott röplabdázni járó fiatalok. A gyermekek, a középkorúak, vagy fiatalkorúak, így mondom, a fiúk és a lányok. Ez a lényeg. Hogy aztán, és ennek érdekében, hogyha látom és azt érzékelem, hogy nem tudják megoldani a problémájuk, nem tudják a működést rendbehozni, akkor azzal a javaslattal fogok élni ön elé, hogy a röplabda szakágat vegyük fel a sportiskolába. Annak érdekében, hogy a lehetőségét tudjuk biztosítani a röplabdát kedvelőknek, a röplabdázni járóknak, legyenek fiúk és legyenek lányok, hogy ezt megtehessék. Szervezetkeretek között, megfelelő struktúrában. És ez lenne a sportiskolánknak most a 7. szakága talán. Ezzel a javaslattal fogok élni, és akkor a sportiskolai keretek között találják meg a számításaikat a fiatalok, és lesz lehetőségük arra, hogy sportolni tudjanak. Aztán ők pedig próbálják meg megenni, amit főztek. Ehhez tudok én segítséget adni, természetesen minden egyebet, csak azért van egy határa, amikor az ember látja azt, hogy na most már
nem, akkor az nem megy. Szóval elég bonyolult ez a rendszer. Ilyen helyzet. Igazolunk, várjuk a szponzort, mert megígért, a szponzor nem jön, az igazolás megtörtént, ki kéne fizetni a munkabért, és akkor jön majd az önkormányzat, akinek nincs köze. Nem egyszerű, de eddig is ott voltunk, ahol, és mindig is segítettünk. A rágcsálóirtás folyik, a csapdákat folyamatosan ki kell, hogy helyezzék, ezt mondom képviselő úrnak a kérésére. Az, ami le volt láncolva, illetve nem is tudja, hogy micsoda, azt ön is jóvá hagyta. Szeretném a figyelmét felajánlani, a figyelmét felhívni arra, hogy ez nagyon érdekes kezdeményezése volt a városnak, és szerintem teljesen kiváló kezdeményezése volt, amikor a fiatalok, kaposvári fiatalok körülbelül kiírt egy pályázatot. Alkossál valamit. Kedves fiatalok, alkotsz, és elnyered ezt a Kaposvár számít rád ösztöndíj pályázatot, akkor azt, akkor megépíti a város. Egy fiatal, kreatív kaposvári hölgy volt, ha jól emlékszem, vagy kaposvári hölgy, aki egyetemistaként megtervezte ezt a kreatív bútort, amely mozog. A kaposvári fiatalok kedvelt, egy sinen mozog, egy kedvelt pihenő helye, és ott vannak. Vannak benne különböző biztonsági kütyük, hogy nehogy lerohanjon a sinen. Ezt nem tudom, én legutóbb talán egy fél éve ültem rajt, nem tudom, hogy hogy mozog. Meg fogom nézetni természetesen, hogy rendben van-e, de csak úgy szeretném önt is emlékeztetni arra, ezt ön is jóvá hagyta. Általában nem árt a közgyűlésen az emlékek felidézése a régebbi időszakban is. Ha elromlott, akkor azt meg kell javítani, mert minden elromlik, amit egyszer valamikor elromolhat, amit valamikor megcsinálnak. A karbantartásokra, amit pedig képviselő úr utalt, köszönöm, hogy felvetette őket és felhívta a figyelmét. Természetesen ez kötelességünk is, a mi kötelességünk. Nem csupán a játszóterek esetében, hanem a játszóeszközök esetében is. És ennek mindig megvan a maga ideje, egy karbantartási terv alapján. Például a játszóterek esetében tavasszal áll neki a kaposvári városüzemeltetés, és javítja ki mindazt, amit javítania kell. A kondipark, az a gömbalakú erősítő, pihenő pálya, amely Városligettel együtt épült. Hát ez is van már, vagy 15 éves. Rozsdásodik, mert engedi a festőket, ki kell javítani. És ki kell festeni, nem most fogják nyilvánvalóan ezt megtenni, hanem majd tavasszal. Köszönöm, hogy felhívta mindezekre a figyelmeket, és ez vonatkozik mind arra, amit a játszótérnél mondott, már a Kinizsi lakótelepi játszóeszközöknél, illetve a többinél is. Hát az áram az nem volt ilyen egyszerű. Szóval most nem beszéltem meg nincs, nem is vagyunk még a végén. Csak azért nem át, ha tudják. Most megpróbálok. Addig, amíg önök elé kerül egy szám, vagy önök elé kerül egy előterjesztés, higgyék el, hogy iszonyatos munka van mögötte, amíg ide nem merjük tenni. Megpróbálok nem szakmázni. De a híreket önök is olvassák, mert politikusok. Szóval iszonyatosan elszálltak a világon, a világpiaci árak, energiában. Elszállt gázba, elszállt áramba. Elég, ha csak erről a kettőről beszélek. Mi az Európai Unió tagjai vagyunk, és így kötelességünk nagyon helyesen egyébként az energiabeszerzéseket Európai Uniós közbeszerzésen keresztül megtenni. Annak is rendje módja szerint kiírtuk a városban az árambeszerzést. Egy hónappal ezelőtt talán, ugye, be a jól emlékszem rá. Minden esztendőben megpályáztatjuk, hogy melyik szolgáltatótól vásároljuk az áramot. Ez egy elektronikus árlejtésen alapuló pályázati rendszer. Beregisztrálnak, jelentkeznek, 5-6 cég szokott egyébként jelentkezni erre, utána van egy elektronikus árlejtés, és aztán kialakul a végeredmény. Így zajlik egy ilyen pályázati rendszer. Ezt annak rendje és módja szerint megtettük most is, és döbbenten tapasztaltuk azt, hogy a
az idei árhoz képest a megajánlott következő évre vonatkozó ár az több mint 2,5-szerese annak, amit idén kifizettünk érte. Ez csak a város közvilágításáról beszéltem, és nem beszéltem a város cégeinek az energia beszerzésére. Ugye ott is van áram, a város cégei is, város tulajdonában levő cégek, közszolgáltató cégek is, uszoda, víz, csatornaszolgáltató, nem akarom sorolni, nyilvánvalóan neki, ők is közbeszerzésen keresztül szerzik be a szükséges áram szükségleteket. Hasonlóképpen ők is azt tapasztalták, nem is tapasztalhattak más, mint amit én mondtam most, hogy 2,5-szeres árnövekedések következtek be az energia esetében. Ez összességében, ha én ebbe belenyugszom, és nem kezdek el ordítani, és nem lépek, ez összességében közel 400 millió forint cégekkel együtt. Közel 400, ha nem több. Sok 100 millió forint, de minimum 400 millió forint költségvetési növekedést jelentett volna a mi büdzsénknek, a város büdzséjének. Mondtam, ezt nem írom alá. Nem vagyok hajlandó ezt aláírni, nem vagyok hajlandó megtenni azt, amikor arról voltunk híresek, mi kaposváriak mindig, hogy minden esetben a közszolgáltatási díjak esetében az ország egyik legolcsóbb városa akartunk lenni, az is lettünk egyébként, szeretném hozzátenni, kemény másfél évtizedes munkával, mert az ország legdrágábbai voltunk az 1990-es évek elején. Leküzdöttük magunkat a dicsőséges időzjelbe, legmagasabb árak tekintetében az utolsó egyharmadba, hogy akkor én ezt megengedjem, hogy ilyen történjék. És nem írtam alá a közbeszerzési eredményt. Forrás irányra hivatkozva eredménytelennek nyilvánítottam. Az már más kérdés, hogy mit ír a baloldali sajtó erre, hogy pénz a városnak, kutyafüle, akármi. A fenét, nem vagyok hülye. Pénzünk van, erősek vagyunk, de hülye nem vagyok. Hogy ilyen árnövekedést elfogadjak, és engedjek a multik pénzügyi zsarolásának. Nem tettem meg. Van egy másik rendszer is Magyarországon, amely abba a filozófiába illeszkedik bele, amitől az Európai Unió brüsszeli bürokratái kiütést kapnak a hátukon, akkor, amikor rezsicsökkentést hallanak, vakaróznak, izzad a fejük, minden problémájuk van, ömlik róluk a víz, amikor ezt a kifejezést meghallják. Az az úgynevezett, az áram esetében is az egyetemes szolgáltatói rendszer. Az egyetemes szolgáltatói rendszer azt jelenti, hogy fix, meghatározott egyetemes ára van ennek a szolgáltatónak. Ez működött korábban is. Direkt azt a helyzetet szolgálja ez a rendszer, hogy abban az esetben, hogy történnek ezek a problémák és a bajok, akkor legyen valami, ahova menekülni lehet. November 30-áig lehet csatlakozni ehhez a rendszerhez. A fővárosi főpolgármester kollégám bolond volt, mert aláért egy olyan papírt, amit nem szabadott volna, de teljesen mindegy, kért volna tanácsot. Egyébként hívott is bennünket. Mert ugye több, felhívtam erre a város polgárainak a figyelmet, a város, megyeugó városokra közvélem figyelmét, hogy van egy rendszer, induljunk el ebbe az irányba. Eddig azért nem értünk ezzel a rendszerrel, mert a piaci ár olcsóbb volt az itt megadott árnál. Most annyit jelent, hogy az itt megadott ár drágább ugyan, mint az idei árambeszerzés, de közel sem olyan drága, mint a piacon szereztük volna be ezt az árat. És akkor, mikor két napja jártam talán Gulyás miniszternél, talán két napja, és ott akkor abban állapodtunk meg, hogy nem csupán az önkormányzatok mehetnek be ebbe a rendszerbe, de még dolgozni kell érte, hanem az önkormányzatok cégei is. Nem tudom, be a megjelent ez akkor, megjelente már a kormányhatározat. Tegnap előtt már a gazdasági kabinet döntött róla, nézzék, legyenek kedvesek. És ezzel az a több mint 400 millió forint, ez jóval kevesebb lesz, amelyben az árnövekedést jelentett volna. Na, ideig tartott, amíg eljutottunk. Nem volt kis meló, és most bemennek az önkormányzatok is ez alá. Aztán majd kijövünk, november 30-áig kell bemenni, de ne tudják meg, hogy a két ilyen egyetemes szolgáltató van, az MVM és az E.ON.
Ne tudják meg, hogy milyen töketlenség van ebben. Az EON részéről. Szóval, és a Dunántúl az EON a szolgáltató, nekünk egy szerencsénk van, hogy a tavalyi évi, az idei évi közbeszerzést az MVM nyert el, elektronikus elrejtéses közbeszerzést. Na most bemegyünk, a gazdasági igazgató asszonyék ezerrel dolgoznak most már egy hete, valamennyi villanyóránkat át kell írni. Mert itt tudom én, szóval iszonyatos melóval jár, de november 30-áig be fogjuk nyújtani. A cégeink is, és mi is befogjuk. A cégeink is, és mi is befogjuk nyújtani egyetemi szolgáltatói körbe való tartozást. Na most ez nem függ össze a Városliget, Kossárligetnek a ég a lámpa, vagy nem ég a lámpa, csak ezt fontos volt, hogy tudjanak róla, mivel városvezető politikusok, hogy milyen helyzetbe kerültünk most jelen pillanatban, és azt hogy oldottuk meg, és büszkék is lehetünk rá. Gőzöbb sincs, hogy mikor kapcsolják le a Kossárligetbe, de én mindig azt szerettem, és annak van igazi sármja, emlékszem még fiatal koromban, amikor égett a közvilágítás, és ott kosarazhattam. Vagy akkor, amikor közvilágítási lámpa alatt raktuk le a két kiskaput, és ott fociztunk. A polgármester néző utána légy kedves. Jó, és aztán az idő majd eldönti, persze már az időjárás majd eldönti, hogy meddig kell 5 óra után is égetni a lámpát, tehát addig, amíg igénybevétel van, mert ott nem zavar senki. Szóval ott ez nem olyan terület, hogy ott a labda pattogtatás zavarná az ott élőket. Ez olyan terület, hogy nyugodtan pattogtathatja a labdát. És mindig jobb, mint ott van, mint hogyha otthon molyol az iPad-jén vagy a laptopján, vagy netán ennél rosszabb helyzetben a televíziót nézi. A parkjaink őrizve vannak, a kórházi várólistáknál pedig hál' Isten nem volt igaz, amit ő legutóbb mondott közgyűlésen, és tájékoztattam Mózs Marian főigazgató asszonyt, és lekérte a listákat. És mondtam, hogy küldje el önnek, vagy forduljon a sajtóhoz, és kérje ki azt, hogy kérjen ön elnézést. Azért, hogy megvádolta. Ezek szerint ezt nem tette meg. Meg fogom rá kérni, hogy szólítsa fel önt, hogy kérjen elnézést tőle, mert azok az adatok, amivel megvádolta ön a kaposvári kórházak, azok nem igazak. Még egyszer megfogom ezt tenni. Nagyon érzékenyen érintette, amit ön mondott, teszem hozzá. Én egyből elmondtam neki. Amit ön mondom, mondom, válaszoljon, maga tudja erre a választ. Főigazgatónő kemény, csak szeretném felhívni a figyelmét. A képviselő úr, nagyon, hogy mondjam, tisztelem, vagy mondhatnám ezt a szót is, kitartását, ez az igazi szó, amit a tesztelés és a királyában folytat most már hosszú hónapok óta, tényleg őszintén mondom, de én nem értek egyet, szóval én majd az eszély interpellációja is, arra majd fogok, nem most kívánok arra nyilvánvaló válaszolni, ott fog válaszolni, hanem az ember akkor, amikor a saját kutfejéből nem tudja tudást előszedni. Én gyakran vagyok így. Mert nem rendelkezem azzal a tudással, minden esetben, mind amivel esetleg rendelkezni kellene, és ebben is gyakran vagyok itt, akkor a nálam jóval okosabb emberek és az adott szakmához hozzáértők véleményét hallgatom meg, és fordulok hozzá. És ez így van a Covid elleni védekezésben is. Nem rendelkezem azzal a tudással, amely szükséges ahhoz, hogy gyógyítsak, mert nem rendelkezem vele. Nem rendelkezem azzal a tudással, nem vagyok járványügyi szakember, amely ismeri a járványoknak a menetét, és ismeri azoknak a kezelését. De azért azzal a tudással rendelkezem, hogy az európai országok egy része bevezette a tesztelést. Aztán letett róla, mert rájött, hogy ez visszafogta az embereket, egy álbiztonságot adott számukra, és nem mentek oltakozni. Ezek az információk azért eljutottak hozzám, de akkor is a járványügyi szakemberek véleménye az, amit fel fogok majd önnek olvasni az interpeláció adott válasznál, mert én az oltásba hiszek. Azért hiszek benne, mert ebben hisznek a nálam okosabb emberek. Ebben hisznek azok, akik ezt tanulták, akik ebben világhírességek, a járványügyi szakemberek, az oltóorvosok, mindenki ebben hisz. Hogy mondjam,
nem merem magamnak azt a... Nem merem azt magamnak vindikálni, hogy én okosabb vagyok náluk, mert nem vagyok az. Hát én nagyon csodálkoznék rá, hogy az alpolgármesterek többet keresnének, mint a polgármesterek. Ez úr. Lehetséges ez? Nem lehetséges. Mert akkor nem igaz az, amit mondott. Szóval én azon, de jó lenne, azt elhiszem, hogy nektek jó lenne, de hát ez nem így működik. Azért ne élvezkedjetek már itt jelenleg. De ez nem így van. Nagyobb kutatást szeretnék kérni a papírok között, mert a szám nem igaz. Jól emlékszem rá, tavasz a sávház átadásának határideje. Gabika, segítsen, legyen kedves. Ezt az első ütemet, ezt most a jövő év augusztus végéig. Augusztus végéig az északi homlokzati ütemet. Igen. Jó. De ez a teljes homlokzat? Nem. Atya úr, hány lépcsőállat csinál, meddig megyünk le 300 millió forintért? Mondjon erről már valamit, legyen kedves. A teljes északi homlokzat és a két rövid homlokzat lesz ebből, meg a nyugati, meg a keleti homlokzat, ez összesen 4400 négyzetméternyi felület. És most ebből 300 millió forintból mi készül el? Ez a teljes. Hát azt mondom, arról beszélek. Igen, csak először megcsinálják. Ja, ezen belül osztott maga szakaszokat, és értem. De a vége gyakorlatilag ennek az etapnak a következő év augusztusa. Igen, és utána kezdik el a másik. Utána megyünk, figyelj, ez a válasz rá, képviselő. Kaposfüred, Trafipax. Helyét, mikor lesz Trafipax? Kaposfüreden, Gabi? Maga a főrendőr. Igen, most körülbelül egy 3/4 óra múlva kerül sor a munkaterület átadására, és december közepéig ígérték, hogy kitérték. Jó, csak azért, hogy értsék, hogy a Sziák Imre igazgató asszony a munkáját azzal kezdte, nagyon helyesen egyébként, hogy akkor, amikor mi megállapodtunk, el is lesz egy interpeláció, majd arra is megválaszolok részletesen, nem akarok erre menni, mert képviselő hatékony volt a tekintetben. Megkérdeztem most is, amire interpelálni is fog. De nem baj, én viszont nem akarok duplán beszélni. De azért néhány dolgot kiveszek belőle, mert az embernek jó ez így. Ugye, amikor megállapodtunk mi a kaposfüredékkel, amit kértek annak érdekében, hogy a nyugalom megmaradjon addig, amíg a gyorsforgalmi út kétszer-két sávos nem lesz, és köztük volt ez a két trafipak, nagyon sok mindent megcsináltunk egyébként, ami tőlünk függött. Mivel kezdte, kedves igazgató asszony, bement a boltba, mert azt hitte, hogy trafipaxot lehet ott vásárolni. Képviselő, nem lehet a boltba trafipaxot vásárolni. Szóval erre kénytelenek voltunk rádöbbenni, hogy ez nem olyan eszköz, hogy bemegyek akármelyik műszaki áruházba és megveszem. Ezt meg kell rendelni. Ezt valakinek meg kell csinálni. Aztán, amire a megrendelésből leszállítják, bejön, hát ez bizony, ma Covid ide, Covid oda, ez idő. Ugyanez vagyunk, én gyakran járok azon az úton, mert gyakran vagyok Budapesten oda és Budapesten vissza, és látom viszont emellett, hogy még nincs, még a boltban nem érkezett meg a Trafipax. De ott áll a polgárőr, és a polgárőr reggel és délutánonként, és ezután is hálásan köszönöm, függetlenül attól, hogy támogatásból vagy anélkül támogatásból csinálják, mert az ember, aki ott van, az kiválóan végzi a munkáját, segíti a szülőket az áthaladással az iskola előtt. Oda is lesz ugyanis egy nyomógombos rendőrlámpa, csak azt szeretném mondani. De azt se lehet venni a boltba. Azokat is meg kell rendelni, el kell jutni odáig, hogy megérkezzen. Pénzt jóvá hagytuk rá, önök tették, még nem tudtuk elkölteni. Nem tudtunk elmenni a pénztárgéphez, mert nem csengetett, hogy megjött az ára. Itt tartunk most jelen pillanatban. A munkatörületet ma átadják, a munkatörületet elkészítik, meg lesz, aztán mikor lesz Trafipax? December 15-e a határidő, hogy kihelyezik. Ez az interpelációban, jó. A határidő december 15-e. De ez egy ilyen dolog. Igen, nincs áremelés. Szóval
baloldali liberális politikusok azok abban hisznek, hogy úgy lehet egy népet boldoggá tenni, hogyha megfizettetem velük azt, amibe kerül. Én ebben nem hiszek, mert vannak olyan az életünket befolyásoló tényezők, amely tőlünk teljesen függetlenek. Most nézze, nálunk a vízdíj az országban az egyik legolcsóbb. Hogy tudják önök, baloldali politikusok megmagyarázni azt, és miért engedik, és miért az áremelkedésekkel, az áremeléssel próbálnak ebbe operálni, hogy az ország legszegényebb északi vidékében, viszont a vízdíj az országban a legdrágább. Ez hogy jön össze? Egy ekkora kis országban milyen mi vagyunk? De ez igazságos? Nem, szerintem ez rém igazságtalan. Szerintem rém igazságtalan. Akkor, amikor a rezsicsökkentést megelőzően az ország, az Európai Unión belül a legdrágábbak közé tartoztunk lakossági árak tekintetében, a villanynál és a gáznál, akkor önök akkor, amikor döntéshozatai helyzetben voltak, minden évben emelték az árakat, ahogy mentek fel a világpiaci árak. Azt követni kell, mert ez a piacgazdaság. Az önök gazdaság filozófiája szerint. Szerintem ez embertelen. Ez nem működik így. Ezért sikerült egyébként eljutni odáig abban az időszakban, amíg lehetőségük volt rá, ameddig eljutott ez az ország. Gazdasági mélypont, óriási munkanélküliség, nem mentek a vállalatok, szegénység alakult ki ebben a városban. Nem az a kérdés, hogy pénzbe kerül-e. Nem az a kérdés, hogy a rezsicsökkentett áron el lehet-e látni az adott szolgáltatást. Nem lehet ellátni. A rezsicsökkentett áron nem lehet ellátni azt az adott szolgáltatást. Mi se tudjuk például a rezsicsökkenteti víz- és csatornadíjak árát tartani. Azt az árat tudjuk tartani, csak abból az árból, amit beszedünk, abból nem jön ki magának a szolgáltatásnak a végzése. Mert nem jut elég pénz. Az ár nem fedezi a csőrekonstrukciót, nem fedezi már a béreket, elektromos áram, nagyon sok mindent nem fedez. De legegyszerűbb dolog azt tenni, ha megemelem az árakat. Ez a legegyszerűbb. Higgyék el, ez nem kell ész. Ezt tényleg nem kell gondolkodni. Ez még a Jóisten áldását sem kell kérni, mert úgyse áldaná meg. De nem, ez nem észkérdés, az megemelik. Elővesztek egy kis papírost, elkezdenek számolni, bumáska. Azt, hogy emberek milliói vannak mögötte, az már nem érdekes. Ezt az által... Na, én nem szeretnék ilyen országvezetést, és addig, amíg én polgármester vagyok, ez a város sem lesz így vezetve, hanem teljesen másképp. Mégpedig úgy, hogyha van egy krízishelyzet. Nézzek, most a Covid mellett van egy másik példa. Itt volt a 1900, nem is volt olyan rég egyébként, itt volt az 1900, mikor volt a gazdasági világválság? 2016, azt hiszem, hogy akkor kezdődött. De a 2008-ban, bocsánat, 2008. 2008-ban is tartott nálunk 2013-ig egyébként, 12-ig. Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök. 2008 gazdasági világválság. Mi volt a válasza az akkori miniszterelnöknek a nagy munkanélküliségre, az óriási szegénységre, az iszonyatosan magas árakra és a hitelbe fürdő magyar polgárok problémáinak a kezelésére? Mi volt az eszköze? Az volt az eszköze, hogy azt a választ adta erre a problémára, hogy a költségvetést, már az ország költségvetést úgy fogom tudni rendezni, hogy elveszek az emberektől. Nőtek az adók, nőtek az árak, mindennőtt. Elveszek az emberektől. Ez nem tudja megoldani az adott problémát. Most jelen esetben nem gazdasági válság van, hanem egészségügyi válság. Ami alapvetően a gazdasági válság is embereket tört meg, lelkileg is. Mert nem tudta, hogy mi lesz holnap. Nem tudta, hogy marad-e a családnak melója. Rengeteg volt a munkanélküli Kaposváron is. Nem tudta, hogy tovább. Az egészségügyi válság is embereket tör meg. Milyen lesz a holnap? Most hál' Isten, a gazdasági nehézség nem terhelődik rá, mert van munkája.
De hát a harmadik hullám idején nálunk is 800-al nőtt a munkanélküliség. A harmadik hullám elején. Aztán hál' Isten, ezt majdnem duplán ledolgoztuk már egy esztendő alatt. Szóval nincs ez a bizonytalanság benne, de megint válság van. És ez a válság, hogyha megadható az, hogy a válságban nem teszi az emberre azt a terhet, hogy buszköltségekbe veri, akkor ezt tegye meg. És ezt tette meg most a kormány. És természetesen nekünk, mint akik üzemeltetik ezt a rendszert, akik fenntartják a víz- és csatornaszolgáltatást, akik fenntartják a hulladékszállítást, akik távhő melegét adják a város lakóinak, nem akarom tovább folytatni, ott ebből, mivel emelni akartak a cégek észre, mert nőtt fel a nőtt a minimálbér. Hál' Isten, nőnek a bérek. Ezzel nő a garantárbérnél is. Ez is többbe kerül. Nő az energiaköltség. Még ha nem is olyan mértékben, mint ahogy a múltig szerették volna, mert azt nem engedtük. Ezek mind pénzbe kerülnek. Igen, ezt valakinek ki kell pótolni, mert ebből az árból nem tudnak kijönni. Na, azt fogjuk mi oda tenni. Mert meg tudjuk tenni. Még. Azt tudjuk, mert jelen pillanatban az az ár, amin működtet, az kevés ahhoz, amiben ezt a rendszert lehet működtetni. De nem az a megoldás, hogy ha megteheted, akkor átterheld másra ennek az árát. Ez történik most, ezt Andrai képviselő úrnak mondom, most is igen, ami hiányzik onnét, azt mi be fogjuk tenni. Tőkeemelés formájában, vagy más formájában tesszük, de helyes ez a döntés szerintem, amit önök helytelennek tartanak. És ez egy értelmes vita lehet ebből, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Polgári terminál. Nem tudom említeni. Kolbert István volt a miniszter, amikor a polgári terminál épült. Nem tudom megmondani, hogy az mikor volt, ne haragudjanak. Azóta ott van, mert azzal a szándékkal épített az akkori miniszter úr a polgári terminált, hogy majd a kormányon, az akkori kormányon át tudja verni azt, hogy repülőgépek is fognak járni, már polgári repülőgépek. Az a polgári terminál ott van, és a polgári terminál az, most ha jól emlékszem rá, kettős tulajdonban, vagy hármas? Hármas tulajdonban van, és működtetjük, és a tervünk az, hogy a Life-nak a Kati, jól mondom, annak az irányító, vagy ellenáll, nem, az ellenállnak, az ellenállnak az irányító rendszere menne majd be a polgári terminálban, az energiahatékonyság, az a 6-6 Dunántúli város irányítása, beleértve az energiatárolást is, az energia közösségek kialakítását, más-más jellegű funkciót kapna a polgári terminál. Na jó, ne esünk túl a hozzászólt, nem, van még egy bocsánatot kérek, a városgondnokság. Pénzügyileg mindenképp, ezt tudom önnek, már hatékonyan, ezt tudom önnek válaszolni. Szakmailag még vannak kifogásaim. Szóval, ugye pénzre kérdezett rá, pénzügyileg hatékonyabb, mint a korábbi rendszer. Mindig többbe kerül, de a jelenlegi struktúrában, a jelenlegi versenyeztetési rendszer figyelemükbe, felrúgva a régi hagyományokat, amely persze mindig konfliktussal járnak, hogy mindig ugyanazzal más formában kezdték el működtetni az egész struktúrát, pénzügyileg hatékonyabbnak tűnik számomra, szakmai szervezettséget illetően még van mit tennünk. Már városgondnokságról beszélek, amit ön megkérdezett. Na, hozzászólások, tessék van, és aztán utána szünetet tartunk majd. Már is. Ladraik képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Előzetesen mindjárt, hogy a módosító indítványom kapcsán őt képviselő aláírásával benyújtom a név szerinti szavazási kérelmünket, ami kötelezi az ÖTV alapján. Ez mellett még a név szerinti szavazást kérünk majd a fizetőparkolók üzemeltetésénél benyújtott módosító indítványnál, hogy a képviselők ingyen ne parkolhassanak. Helyi névszavazás, illetve a járványügyi adatok nyilvánosságra szó előterjesztésnél és név szerinti szavazást kérünk, ezt a hozzászólásom után mindjárt át is adom. Magát a hozzászólásom kapcsán a kaposváriak általános ingyenes tesztelésére szolgáló javaslatomat harmadszor nyújtom be. Hazánkban és a külföldi városokban is sok önkormányzat kiveszi a részét a járvány elleni védekezésből.
A legfrissebb hírek alapján 5 milliárd értékben közpénzből vásárolt PCR-tesztet semmisítettek meg, amelyeket ugye 20 ezer forintért lehet igénybe venni fizetős alapon. A következő viszont kedvező hír, hogy a házi orvosok teszteket kapnak, tehát a kormányzat a tesztelésre búzdít. Hiteles helyi adatokat közölnek naponta a települések honlapján és tesztelnek külföldön. Az egyik fővárosi kerület is tesztelt, a múlt héten plusz 7,5% volt ugye a pozitívak aránya. A WHO ajánlása alapján 5% alá kell ezt levinni. A jogi bizottság tárgyalta ugye az indítványt, itt egy nagyon érdekes kérdés hangzott el, miszerint hitkérdésben szavazunk. Ez fejezi ki legjobban talán ebben a véleménykülönbségünket. Véleményem szerint ez nem hitkérdése. Tapasztalat és tudás van az itt élőknek. Évezredek óta küzd az emberiség járványokkal. Van, aki nem kapja el a vírusokat, valaki könnyen átvészeli, valaki belehal. Az emberi tapasztalat, hogy a fertőző beteg elkülönítése az egyedüli hatékony eszköz a járvány terjedésére. Mindenki tudja, rubeolás gyerek otthon marad. Az elkülönítés, hogy időben megtörténjen, a tudomány mai állása szerint tesztekkel segíthető elő. Ebben a munkában helyismeretük alapján az önkormányzatoknak és azok helyi védelmi bizottságai a leghatékonyabbak. Ha nem tartjuk kontroll alatt a járvány terjedését, elveszítjük saját akaratunkat, a járvány dönt, ekkor jönnek ugye a lezárások. Látjuk Szlovákiát és Ausztriát, a szomszédos államokat. A hitkértése valójában a hitelességről szól. Olyan embertől, akiben nem bíznak meg, akiben csalódtak, nem fogadnak el az emberek életüket befolyásoló döntéseket. Nem akarnak regisztrációt, tömegével elmennek és oltakoznak. Meg kell érteni, hogy a jelenlegi védekezésen változtatni kell. Modern eszközök és tudósaink kutatási és a generációk által gyűjtött tapasztalatokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. A képviselői feladat a polgárok védelme különbségtétel nélkül és jelzők nélkül. Ehhez kérem a hozzájáruló szavazatukat. A szakbizottságokban elutasítások helyett most már tartózkodtak a képviselők. Bízom abban, hogy később, amikor beszéltek, akkor meggyőzték egymást, hogy érdemes ezt támogatni és csatlakozni a többi ilyen településhez. Végezetül még... Köszönöm szépen, képviselő úr. Felder képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Nem tudom, feltűnt-e önnek, hogy mi 2010 előtt nem igazán politizáltunk, tehát amit ön mond, hogy mi ezt meg azt szavazgattuk meg, ugye hát az eléggé nonsensnek tűnik. Itt meg kell nyugtassam önt is, meg a tévénézőket, meg a képviselőket is, hogy sem a baloldali liberális, sem mi zöldek, se az ellenzéki konzervatívok nem szeretnének áremelést attól, hogy 22. áprilisától az ott esetben Márki-Zay Péter lesz a miniszterelnök, attól még nem lesz áremelés. Én kifejezetten örülök annak, polgármester, hogy ugye, itt, nem fog a polgármester úr a Városháza és a város számára előnytelen szerződéseket kötni az árammal kapcsolatban. Hát ez, szerintem ez egy minimum elvárás. De hogyha jól értettem, akkor lesz világítás a kosárpályán. Erősítsenek meg ebben. Azt mondta, hogy fél éve ült ezen a térelemen ott a Városligetben. Hát ezt kötve hiszem, mivel egy éve ott le van lakatolva. Tehát hogyha ön ezt látja, hogy ez az elem nem működik hatékonyan, akkor biztos, hogy nem hagyja ezt szó nélkül, legalábbis merem remélni. Az, hogy meg én ezt támogattam, természetesen, hát ez nem az én támogatásom itt a lényeg, hanem hogyha ezt a kaposváriak szeretik, akkor használják, akkor lesz, ha nem szeretik, akkor nem lesz, de az, hogy nem működik, az bizony az én dolgom. Igazán nagyon sajnálom, hogy ilyen érzékenyen érintette az igazgatóasszonyt az én várólistám, amiket itt elmondtam a közgyűlésen. Ezek a kaposváriak tapasztalata. Most én nem venném a bátorságot arra, hogy akik nekem elmondták ezeket a tapasztalataikat, azokat én kétségbe vonjam.
hogyha ön ezt megteszi, lelke rajta, én várom azokat az adatokat, amit az igazgatóasszony a rendelkezésemre bocsájt. Eddig még ezt nem tette meg, ha ilyen érzékenyen érintette, akkor gondolom ezt minél előbb megteszi. Aha. Berecki képviselőtársam is említette a városgondnokságnak a működését. Ez nekem is fontos veszőparipám, hiszen látjuk, hogy a városban nem egészen úgy működik a városgondnokság, ahogy ezt elvárnám. Az, hogy biztos, hogy kevesebb pénzt emészt fel, ez egészen biztos. Ezt én is látom, hiszen nem is készülnek el a feladatok. Tehát az el nem készült feladatokhoz meg pénz nem kell. Köszönöm szépen.